itt szól hozzánk, és közösséggel érkezik a első rész 12. versétől. Hálásuk lehetünk azért, hogy van Biblia a kezünkben, de a fordítva a nyelvünkbe is. Nagyon fontos dolog a hirdetésében, a rendben a terjedésében, Isten országának épülésében, abban, hogy ami úgy tud terjedni szerte a világon, hogy minél több ember, minél több nép, nemzet a saját anyanyelvét tudja olvasni Isten igényét, és ez megerősíti a gyülekezetet. Bárkodtok mindenkit szerezzél magadnak, vásároljál magadnak saját Bibliát, és olvasni is természetesen. Isten igényének a tiszteletére, mert Misi pásztor is említette, kérlek, hogy állítok fel mindenem. Kolossai első levél, Kolossai gyülekezethez írt levél, első rész, 12. versétől, így szól Isten igéje. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született. Mert benne teremtetett minden, mennyen és földön, láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ő rá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség. Mert tettet az Atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség, és hogy általa békéltessen meg minket magával, úgy a földön, mint a mennyben, békességet szerezve keresztjének vére által. Titeket is, akik egykor idegenek és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz cselekedetek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állatson majd színe előtt. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Amen. Hova lehetök helyet, mesterem? Úgy kezdi a felolvasott igét, az ige rész Pál apostol, hogy adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Nagyon fontos dolog Isten népe számára, hogy tudja azt, hogy kinek kell hálásnak lenni elsősorban. Hálásak lehetnénk egy szülőnek, hálásak lehetnénk egy iskolaigazgatónak, egy tanárnak, hálásak lehetnénk egy ország vagy egy város vezetőnek bizonyos döntéseiért, ami hatással van az életünkre, de ez mind kevés és kicsi ahhoz, amilyen hatással van Isten munkája, Istennek az akarata az életünkben, az életünkben, amiért megváltott bennünket Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Tehát nagyon fontos, hogy a hálaadásunk, amit ma is megtettünk itt kint jó néhányan, a bizonyságtételekben, tudjuk azt, hogy kinek vagyunk elsősorban hálásak. Isten, az Atya, aki alkalmassá tett bennünket a szentek örökségében való részvét erre a világosságban. Ezek szerint az ige szerint a szenteknek van egy öröksége, és ebben részt lehet venni. A szentek azok
nem azok a szentek, akik mondjuk egy templom ablakon keresztül látjuk az ő képeiket, hanem mindazok, akiket Isten elhívott, mindazok, akiket Isten megigazított és beállított arra, képessé tett arra, hogy az ő szolgálatára, az ő szolgálatát végezzék, ti magatok is, akik Jézus Krisztust befogadtátok a szívetekbe, ti magatok is, akik szolgáltok emberek felé, itt a gyülekezetben és kint a világban, ti mind a szentekhez tartoztok. Ezeknek a szenteknek, nekünk van egy jó örökségünk. Van egy örökségünk arra, hogy örök életünk van Jézus Krisztusban. Van egy örökségünk arra, hogy szabadok vagyunk a bűnnek minden átkától, úgy a betegségtől, úgy a félelemtől, úgy a haláltól, úgy a szegénységtől, a nincstelenségtől. Örökséget kaptunk a mennyei atyától. És amikor azt olvastam, hogy Isten alkalmassá tett bennünket arra, akkor eszembe jutott az, hogy ez nem a mi erőnk. Bármennyit edzhetünk, és bármennyit dolgozhatunk, és bármennyit foglalkozhatunk az egészségünkkel, bármennyit is tanulhatunk, a dicsőség és az alkalmassá való tétel mind az Atyától jön. Nézzétek csak meg a világot, hogy bármennyit is gyűjtenek az emberek, bármennyit is foglalkoznak az egészségükkel, ez mind nem elég. Az igazi alkalmassá tétel Istentől származik, ezt hisszük, mert a Biblia ezt írja. Ezt látjuk és tapasztaljuk. Felkiáltunk az Úrhoz, és azt mondjuk, nekem van egy örökségem. Szeretném, Uram, ha engem alkalmassá tennél erre. Úgy tesz bennünket alkalmassá, hogy változtatja a gondolatainkat, rávesz bennünket arra, hogy a gondolatainkat, az értelmünket megújítsuk, felhívja a figyelmünket arra, hogy mit tegyünk meg, és mit ne tegyünk meg. Isten készít bennünket, és ő teszi az elhívottakat alkalmassá. Majd ha odalent lesztek, akkor keressétek meg ezt a kiírást, azt hiszem a gyermek Biblia körösök tették ki. Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Tehát bármennyire is téged a világ úgy gondol, hogy nem vagy alkalmas semmire, vagy csak néhány kevés, kicsi dologra vagy alkalmas, és amikor Istentől nagy terveket, Istentől nagy látásokat, elhívásokat kapsz, és ezt kezded hangoztatni, akkor leírnak téged, hogy ez neked soha nem fog sikerülni. Akkor azt tudod mondani, de én Isten gyermeke vagyok, Isten alkalmassá tesz engem, és nem az én erőmmel, nem az én hatalmammal, hanem a Szent Szellemmel, a Szent Szellem által, mondja a sereget, Uram. Isten, az Atyának hálásak lehetünk ezért, hogy ő tudja a legjobban, mire vagyunk képesek. Ő látja bennünk, hogy mire vagyunk elhívva. Amikor megfogad egy új gyermek, ma már hallottunk gyermek születésekről, amikor megfogad egy kisgyermek, az nem ugyanaz, mint az édesanyja. Az egy külön szellemiség, az egy külön szellem, az egy külön élet. Éppen ezért nagy felelőssége van minden édesanyának, hogyan gondoskodik a gyermekéről, hogyan tartja meg, és hogyan akarja elvetni a gyermekét. Nem egy anyának a felelőssége például az, hogy a karriere érdekében, a jóléte érdekében játszom egy új élettel. Nem dönthetünk egy új élet felől, az egy új gyermek. Szóval, annak a gyermeknek Isten adott egy tehetséget. Még meg sem született, de már beleíródott, hogy Istennek mi a terve vele. És amikor így gondolsz a gyermekedre, amikor így látod már megszületve is a gyermekedet, amikor még beszélni se tud, amikor még járni se tud, amikor még nem tudja megkülönböztetni jobb kezét a bal kezétől, már Istennek akkor terve van vele. És
fel kell ismerd ezt a tervet, és fel kell ismerd azt, hogy Istennek a terve az nem azonnal valósul meg, hanem Isten készíti, alkalmassá teszi, és egyszer csak előhívja belőle a tehetséget, előhívja belőle a szolgálatot, előhívja belőle a küldetést, és engedjük meg, hogy Isten a küldetését, Isten alkalmassátételét el tudja végezni bennünk. Bármilyen szolgálatra vagy elhívva, adjál hálát azért, hogy Istennek van terve veled. Adjál hálát azért, hogy a melletted ülőnek, a mögötted ülőnek Isten más terve van veled. Nem ugyanaz a terve, mint a tiéd. Ezért vagyunk ennyifélék, ezért vagyunk itt ebben a gyülekezetben, és értékelni kell egymásnak a elhívását. Mondjam azt, segítünk kell a elhívásnak a betöltésébe másokat is. Hogyan tudod ezt tenni? Imádkozol érte, és elfogadod ő szolgálatát. Amikor az ő szolgálatával, az ő tehetségével, ajándékával szolgál felé, akkor nem azt mondod, alkalmatod az ember bármire is, hanem azt látod, Isten elhívta, Isten alkalmassá teszi, Isten rajta keresztül is formálja és csiszolja az életemet. Szenteknek öröksége. Nézzük meg, azt mondja, hogy ebben részt kell vennünk a világosságban. Ne gondold azt, hogy ha sötétséggel jársz, akkor részt veszel az örökséged átvételével. Menjünk a sorok mögül. Hogyan tudsz az örökségekben részt venni? Hogy mire vagy elhívva? Hogy a világosságban járja. Amíg nem a világosságban jársz, amíg nem a világ világossága a te igazi útmutatód, amíg engeded, hogy a sötétség is vonzol téged, akkor nem tudod igazából betölteni az elhívásodat. Ne keresd az elhívásod betöltését sötét helyeken. Vegyünk egy példát. Valakinek Isten adott egy csodálatos, szép, dicsőítő hangot. Tele van ezzel a tehetségkutató, tele van ezzel koncerthelyiségek. Vajon a világosságban járnak ezek az emberek a tehetségükkel? Ott akarják átvenni az ő szentek örökségét? Ott akarnak benne részt venni? Hát nem. Isten nem arra adta nekik, hogy más dicsőítsenek. Isten megérdemli, hogy minden, amit ő adott arra, hogy az ő munkáját előrébb vigyük, az őt dicsőítse, és ne a világot. Nem? Használjátok az ajándékaitokat a világosságban, Isten jelenlétében, a gyülekezetben, Isten munkájára. Arra, hogy a világosságban járjunk. Mert aki Isten követi, az nem járhat a sötétségben. Mert az a sötétségben tesszük a rossz dolgokat, az Isten ellenes dolgokat. Mert az úgy gondolja, hogy rejtve van. Amikor világosságban járunk, akkor akarjuk, hogy felfedezzék. Minél inkább meg akarjuk mutatni, hogy Isten hogyan cselekszik rajtunk keresztül. Adjunk tehát hálát az Atyának, hogy ő alkalmassá tesz bennünket arra, hogy részt tudjunk venni a szentek örökségében. Mit tett ezért Isten? Fogta az életünket, megtalált bennünket a sötét környezetben, mielőtt még megtértünk volna, és úgy olvassuk a 13. versben, hogy kiragadott bennünket a sötétség hatalmából. Miért kell kiragadni bennünket a sötétség hatalmából? Mert egyedül nem megy. Egyedül nem vagyunk képesek arra, hogy le tudjunk mondani bűnös szenvedélyekről, bűnös hajlamokról, bűnös életmódról. Kell egy külső segítség, egy külső erő, amely azt mondja, erősebb vagyok a sötétségnél, erősebb az én hatalmam a sötétség birodalmánál, oda megyek és kiragadom ezt az embert. Képzeljünk el valakit, aki körbeveszi a víz, csak egy sziget van, és nincs menekvés. Mi a kiút? Jön egy helikopter, és kiemeli. Élő példa erre, elszabadult ez a tisztacsegénél a komp,
És Jani, maradj a kompon, kiáltották neki. És nem tudott máshogy lemenekülni, mert zajlott a Tisza. Jött egy helikopter és kiemelte. Nos, Janinak bíznia kellett abban a helikopterben, mert semmi más esélye nem volt a menekülésre. Ennél sokkal fontosabb az életed, hogy a sötétségből, a bűnből, a bűnös hajlamból, amiben megszülettünk és élünk, egyszer jön valaki, aki szó szerint kiragad bennünket, és egy biztonságos helyre tesz bennünket, márpedig Isten igéje azt mondja, kiragadott bennünket a sötétség hatalmából, és által vitt minket az ő szeretett fiának az országába. Az ő szeretett fiának országába. Jézus Krisztus, az Isten fia, az ő országa mindörökké áll. Az ő országa itt van jelen. Tehát nézzük meg az igét, azt mondja, nem kiragadott, és őriz, és majd egyszer a mennyországban letesz bennünket, hanem azt mondja Pál apostol 2000 évvel ezelőtt, hogy kiragadott minket a sötétség hatalmából, és elhelyezett bennünket az ő szeretett fiának az országába. Márpedig Isten országa, ezek szerint, a ige szerint is, itt van bennünk, itt van közöttünk. Isten országa elközelget hozzátok. Ezt mondja Bemerítő János, ezt mondja Jézus Krisztus, amikor a Földön jár. Isten országa köztünk van. Isten országa elközelített, Isten országa hozzátok. Tehát értsük meg, amikor mi megtérünk, megengedjük Istennek, hogy kiragadjon bennünket a sötétség hatalmából, akkor egy hálaadás lehet a szívünkbe, hogy végre nem a sötétség birodalma uralkodik fölöttünk, és nem mint egy báb azt tesszük, amit diktál a világ, hanem van bennünk, van részünk az Isten országában, mert Isten kiragadott bennünket a sötétségből, sokkal erősebb a mi Istenünk, sokkal erősebb hatalma van, mint hogy le tudna bennünket kötözni a világ, megengedjük neki, hogy kiragadjon, megadjuk magunkat Istennek, megengedjük és azt mondjuk, Istenem, neked igazad van, megalázzuk az életünket, és azt mondjuk, nem erővel, nem emberi erővel és nem hatalommal, hanem az Isten szelleme által tudunk részt venni a szentek örökségébe. Ez pedig Isten országa, Jézus Krisztus országa. Elhelyezett bennünket. Elhelyezett bennünket itt a gyülekezetbe. Elhelyezett bennünket családokba. Elhelyezett bennünket országokba, városokba, ahol hirdetnünk kell, hogy mi az Isten országának a részesei, örökségének a örökösei vagyunk. Amikor bemész egy sötét helyre, és te világosságot hordozod, akkor egymagadban erősebb vagy, egymagadban tudsz világosságot vinni egy sötét helyre. Nézzétek meg, bármilyen sötét egy szoba, egy gyertyalánja már megőzi a sötétségi aznát. Több gyertyalánja még nagyobb világosságot húz. A sötétség nem tudja legőzni a világosságot. A rossz dolgok, a bűnös dolgok nem tudják fogva tartani Isten népét, ha ők a világosságban járnak, és az Isten erejével, Isten országát képviselik. Mert ha te befogadtad Jézust a szívedre, ha mi mennyei állampolgárok, Isten országának a részesei vagyunk, akkor mi hirdethetjük azt, hogy ennek az országnak az állampolgáraként mi az Isten országának az akarata. Ki tudod mondani? Igen, ez a döntés ebben a családban nem helyes. Ebben az országban nem helyes. Ebben a világban, amik folynak a rádiókból, az interneten, a médián keresztül, nem mindig helyes dolgokat mondanak. És ilyenkor mit tesz Isten népe? Hallgat és sünyít? Nem, hanem azt mondja, nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Isten erejével, Isten igazságával tudunk győzni. Mert Isten országának az állampolgárai részesei vagyunk. És mit kell ezért tennünk? Meg kell térni. Meg kell térni, testvéreim. Hogy mondjam el? Attól, hogy a gyülekezetben ülsz, nem azt jelenti, hogy megtért keresztény ember vagy. Nem.
ki az, aki el tudja ezt mondani magáról? Nem azért vagyok keresztény ember, és nem azért vagyok megváltva, mert a gyülekezetben ülök. Dicsőségre fordul. Ez inkább egy folyamat. Isten gyermeke vagyok, ezért jövök a gyülekezetbe, és keresem azoknak a társaságát, akik velem együtt Isten országához tartoznak. Jó? Nem. Tévesszük el az okokozati összefüggéseket. Tehát Jézus Krisztus országában vagyunk elhelyezve. Mit tett értünk Jézus? Láttuk, hogy az Atya mit tett értünk. Mit tett értünk Jézus? Folytatja az ige 14. részben, ő benne van a mi megváltásunk, ami bűneinknek a bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született. Jézus Krisztusban a megváltás. Megváltani azt kellett, akinek van egy öröksége, és azt valakinek meg kellett vásárolnia. Volt egy öröksége Rútnak. Neki kellett egy megváltás egy rokontól, ez volt Boáz, egy jó előképe Jézus Krisztusnak. Nekünk is van egy örökségünk. Nekünk is van, ahogy már beszéltünk, szenteknek egy öröksége. Jézus Krisztus azt mondja, jövök, mert az írásokban írva van rólam, és megváltást adok. Kifizetem ennek az örökségnek az árát. Mégpedig nem aranyban, és nem ezüstben, nem valutában, még csak nem is bitcoinban fizetett Jézus Krisztus, hanem drága véren. Így mondja Isten igéje. Nem aranyon és nem ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren. Jézus Krisztus vérén a legnagyobb fizetőeszköz, a legértékesebb fizetőeszköz, mert ez az életedet vásárolja meg. Ez a bűneidért fizet, egy élettel, egy ártatlan vérrel. Senki nem fog tudni kérkedni az ő gazdagságával, az ő tudásával, az ő tehetségével, mert szüksége van arra, hogy valaki kiragadja magától, nem tud megszabadulni az ember a régi életétől. Szüksége van egy megváltóra, Jézus Krisztusra, egy engedelmes fiúra, aki azt mondta, Atyám, én vagyok, én fizetek. És Jézuskor azt mondja, Pál apostol a másik levélben, a Filippiben, hogy engedelmes volt egészen a halálig, mégpedig a keresztpálnak haláláig. Megváltás. Kiváltott, kivásárolt bennünket a sötétség hatalmából, kivásárolt és fizetett minden bűnünkért, hogy nekünk már ne kelljen érte fizetni. Miért? Mert a bűn zsoldja a halál. Mással nem tudsz fizetni a bűneidet, csak halállal. Két lehetőség van. Vagy te meghalsz a bűneidben, vagy valaki már meghalt érte. És miért szavaztanál el ezt a jó lehetőséget? Jézus Krisztus már megvásárolt téged. Jézus Krisztus már fizetett a bűneidért. Miért kezd vezetelni? Próbálni ki kompenzálni, kiegyenlíteni a számlát, a jó cselekedetekkel a rosszat, mikor Jézus Krisztus már megváltott téged. Már kifizette a bűnnek a zsoldját, a halált. Az ő egyszemélyes váltságával. Ő Isten báránya. Ő az ő vére, alkalmas és egészen tiszta és bűntelen volt, alkalmas volt arra, hogy az egész világ bűnéért fizessen. Ő benne, ő általa van neked megváltásod, van nekünk megváltásunk, ami bűneinek a megbocsátása. Szeretném mindenkinek magamnak is felhívni a figyelmét, hogy Isten igényében az van írva, ha megvalljuk a bűneinket, ő és igaz, hogy megbocsássa, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kell neked valamit tenni, hogy bűnbocsánatot kapjál? Bizony kell. Meg kell vallanod, hogy amit tettem, az bűn. Amíg nem vallod a bűn bűnnek, hanem csak egy beleszületett hiányosságnak, egy tévedésnek, egy gyengeségnek, addig nem tud veled Isten mit kezdeni a bűneiddel. Addig nem érvényesíthető a dianta, a csekk. Nem érvényesíthető, Uram, hoztam a mennyei helyekre a csekkemet. Állítólag Jézus kifizette a bűneinek a büntetését. Akkor azt mondja,
a bűneidnek a büntetését, szerintem mik a bűneid, akkor bizony meg kell vallanod minden bűnödet, és azt mondani, hogy igen, azok a hazugságok, azok a rendetlenségek, azok a hamis rossz gondolatok is mind bűnök voltak, Isten ellenes lázadások, céltévesztések. És nem csak egy felejtsük el, mondják rá, hát fiatalok voltunk, mert mindenféle kifogásokat találnak az emberek. Nem, ami bűn, az bűn. Isten megbocsát, de valld meg, hogy az bűn volt, amit tettél, és hozd a vér alá. Vigyük be Jézus vére alá az összes bűnünket. Ne hagyjunk meg semmit, ami fogást talál, ahol fogást találna rajtunk a gonosz, és azt mondani, hoppá, itt van egy pont, két pont, három pont az életeden. Ez még nincs megbocsátva. Itt még van jogom rombolni, itt még van jogom bemenni, és rosszat tenni az életedben. Betegséget hozni, szenvedést hozni, gyengeséget hozni, szegénységbe hajtani téged és tartani téged fogságban. Már pedig azt olvastuk az ige elején, hogy megszabadított bennünket, kiragadott ebből az országból, és Isten országának, Jézus országának a törvényei, akarata érvényes lehet az életünkben, ha hajlandók vagyunk mindent feltárni Isten előtt, és oda vinni a bűneinket Jézus vére alá, mert ő benne van a bűnei bocsánata. Értjük ezt a szót? Ő benne. Nem amulettekben, nem szent képekben, nem szentekben. Jézushoz kell hozzad a bűneidet. Csak ő az egyedül közbenjáró. Se szentek, se nagy emberek, se bálványok, se eszmék, se izmusok, se Mária, semmi nem helyettesíti Jézus Krisztushoz való életedet. Csak Jézus az egyetlen út az Atyához, csak Jézus az egyetlen megváltó. Csak nála van, ő benne van a bűneid bocsánata. Úgy nem fogsz bocsánatot, ha Jézus nem a tiéd. Hiszen ő benne van elrejtve a bűneid bocsánata. Nem mondhatod azt, hogy hiszek Istenben, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Az olyan kínos, hogy most én valljam meg az összes bűnömet. Hát Isten, én úgy hallottam rólad, édesatyám, hogy te egy kegyelmes úr vagy. Azt mondja, igen, az én kegyelmem Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Ha nem Jézus Krisztuson keresztül jössz hozzám, akkor nem a kegyelmes atyát, hanem az igaz bírót fogod magaddal szembe találni. Ott pedig nincs, aki kiváltson téged. Egyszerűen nincs megváltva az életed, csak Jézus Krisztusban. Adjunk azért hálát, hogy Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnben voltunk, és engedjük meg Jézusnak, hogy az ő váltságával érvényesíthessük a bűnök bocsánatát. Aztán olvasunk Jézus Krisztusról, hogy mindennél előbb, minden, ami csak létezik ebben a világban, teremtés, minden ő benne, ő általa, ő ránézve történt meg. Akár uralmak, akár fejedelemségek, hatalmasságok. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Ne gondoljuk azt, hogy hatalmasabb egy ország vezetője, egy cégnek a vezetője. Ne gondoljuk azt, hogy a világbank elnöke sokkal nagyobb hatással tud lenni az életed folyására, a gazdasági életedre, a családok gazdaságára, mint Jézus Krisztus. Nem az a megoldás, hogy hajbókolunk a világ előtt, a világi hatalmasságok előtt, a megoldás az, hogy aki teremtette, aki hatalmas találva tartja a világot, aki egyszer nem fogja ítélni a világot, akinek mindenek fölött van hatalma, nem inkább őt kéne keresnünk, aki azokat az embereket is teremtette, aki az ige szerint megengedte, hogy legyen hatalmuk ezeknek az embereknek. Hát Istennek van hatalma arra, hogy trónokat állítson és trónokat döntsen. Belegondoltatok már, hogy volt egy hatalmas világbirodalom,
Izrael életével is, Babilon. Ismertek ma már olyan országot, amit hívnak, hogy Babilon? Nincsen. Isten használta ezt az országot, ennek az országnak a birodalomnak a vezetőjét egy bizonyos ideig. És aztán azt mondta Isten, én állítottam, én döntöm. Országok jönnek, birodalmak buknak, de Isten országa mindörökké megvan. Isten kezében van az életed. Ahogy a bizonyságtételben is mondtam, fel tudja használni a vezetőimet, a cégemnek, a munkahelyemnek a vezetőit, hogy rajtuk keresztül, mint egy csatornán keresztül ellássa az életemet, a családomat. Isten az én ellátásom forrása. Nem a Világbank, nem a Magyar Nemzeti Bank, nem a árfolyamoktól függ az életem, nem a politikai döntésektől, hanem Istentől. Ő alakítja a döntéseket, és éppen ezért imádkozok a vezetőjéért. Imádkozok a országvezetőjéért. Imádkozok a városvezetőjéért. Adjon nekik az Úr bölcsességet, hogy meg tudják valósítani engedelmességet és bölcsességet, hogy amit Isten rajtunk keresztül el akar végezni, akár az én életemben, akár a városom, a nemzetem életében, arra legyenek alkalmasak Isten akarata. Így vagy úgy, de megvalósul itt a Földön. Ő a feje a testnek. Meggondolkodtál már, hogy nem lenne fejed élnél? Egy dolgot megtanítottak nekünk, amikor egészségügyi tanfolyamra jártunk a jogosítványhoz, hogy biztosan halottnak kell valakit nyilvánítani, ha szét van választva a teste a fejétől. Még ha a karja leesik, egy lába nincs is meg, attól még él. De a fej nélkül már biztos, hogy azt kell mondani, hogy semmi elsősegély, semmi sájgószára vélegeztetés. Itt vége. Nos, Isten így rendezte, és így mutatja be, hogy a test, a gyülekezet, a eklézsia egy test. De fej nélkül nem mozog. Nem tesz semmit, nem gondolkodik, egy halott. Ha nincs kapcsolata Jézus Krisztussal, a megváltóval, a bűnbocsátóval, a fizetővel, ha nincs kapcsolatban, akkor nincs benne élet. Fejben dől el minden, ez egy jó szlogán, de valóban így van. Jézus Krisztusban dől el minden, ami a gyülekezettel kapcsolatos. Ő hívta életre a gyülekezetet, ő küldte el a Szent Szellemet maga helyett másik vigasztalóként. Ő az, aki gondolkodik, aki utasításokat ad, aki a hidegpályákon, csatornákon keresztül mozgatja még a legkisebb ujjat is, legkisebb porcikát is itt a világban, a testben. Ne érezd magad túl kicsinek a gyülekezetben. Ha legkisebb vagy, akkor is tud, van kapcsolatod bármilyen csatornán keresztül is a fejjel. Mert ő ad neked életet. Lehet, hogy egy hajszálon keresztül, egy picike idegszálon keresztül is, ha most a testről beszélnek, de minden egyes testrész kapcsolatba kell, hogy legyen a központi agyrendszerrel, idegrendszerrel. Ugyanígy a gyülekezetben is így gondolkodik Isten, Jézus Krisztus a fej, a testnek a feje, ti pedig mindannyian velem együtt testrészként részt veszünk abban, hogy ez a test jól működjön. Fej nélkül nem működik a test. A testrészek hiányozhatnak. Megérezzük a hiányát, levághatjátok az egyik ujjamat, nem szabad, csak mondom, levághatnátok az egyik ujjamat. Még ha beteg egy testrész, kiveszik, eltávolítják, még működik a test. A fej nélkül nem. Még ha nem is komplett, teljes, minden szolgálat nincs betöltve egy gyülekezetben, de jó kapcsolata van a Atyával, jó kapcsolata van Jézus Krisztussal a fejjel, élő lehet egy gyülekezet. Még ha hiányzik itt belőle néhány testrész, imádkozunk azért, hogy ezek a testrészek helyükre kerüljenek. Tehát ő a feje a testnek, ő a kezdet, ő az első szülött, mindenben előttünk jár. Olvasom a evangéliumot,
olvasom az apostolok cselekedeteit, olvasom a leveleket, a gyújtszövetséget. Azt látom, hogy Jézus semmi olyan dolgot nem kér tőlünk, amit ő maga el ne végzett volna. Azt kéri tőled, hogy szeresd a fele barátodat, szeresd az ellenségedet, mondjál rá áldást. Azt mondta, hogy hogy lehet ezt megcsinálni? És akkor látod azt, hogy Jézus a kereszten átszegezve, megkorbácsolva, azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg nekik, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az ember még most verte belém a szeget, most köpött le, és én imádkozok érte, mondja Jézus. Példa ez neked? Szerinted előttél jár ebben Jézus? Szerintem igen. Szerintem a legjobb példa kép lehet ebben a világban, kell, hogy legyen ebben a világban Jézus Krisztus. Mindenben ő az első, a feltámadásban is. Feltámadt és újra él, és örökké él. Mi vár rád? Egy feltámadás és egy örök élet. Mi kellett ehhez? Az, hogy valaki megnyissa a kaput. Az, hogy valaki megnyissa az utat. Ki volt ez? Jézus Krisztus. Ő az első szülött a halottak közül. És mi pedig fogjuk őt követni. Követjük őt. Miért? Mert tettek az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Bizonyos fordítás szerint több helyen is megnéztem, azt mondja, tettek az Atyának, hogy benne lakozzon a fiúban. Ő mint aki a teljesség. A láthatatlan Istennek a látható képása, Jézus Krisztus. Azt kérdezik a tanítványok Jézustól, kérik a tanítványok Jézustól, hogy Uram, mutasd meg nekünk az Atyát. Dédikáltam már erről, mit mondott Jézus Krisztus? Nézzetek rám. Csak nézzetek meg engem. Van valami kérdés? Ahogy én cselekszem, ahogy én beszélek, ahogy én szeretek, ahogy én érzek, ahogy tapasztalatátok 3 éven keresztül, hogy hogyan élem az életemet, nos, ilyen az Atya. Bemutatom nektek az Atyát. Én semmi más nem teszek. Aztán jön Jézus Krisztus után a Szent Szellem, és azt mondja, hogy ő engem fog majd dicsőíteni. Nem beszél másképp, nem hoz újabb döntéseket, nem fordítja, nem másítja meg Jézus beszédét, hanem megtanítja nekünk. Elvezet minden igazságra, magyarázza az igét. Jézus Krisztus tanításait az eszedbe juttatja. Atya, a Fiú, a Szent Szellem, ők 3-1-et. Nem mond ellent egyik a másiknak, nem beszél egyik másképp, mint a másik. Mindenkinek megvan a saját feladata ebben a világ teremtésében, a fenntartásában, a megváltásában. Jézus Krisztus testé lett. Atya egy szellem, szellemi valóság. Jézus Krisztus pedig emberré lett azért, hogy be tudja nekem mutatni, hogy bár ő is szülőcsatornán keresztül jött a világra, neki is szüksége volt anyatejre, neki is szüksége volt arra, hogy lábra álljon, megtanuljon beszélni. Ne tekintsétek szentségtörésnek, de Jézusnak is, mint ember, szobatisztává kellett válnia. Jézus Krisztus éhes volt, Jézus Krisztus fáradt volt, Jézus szomjas volt, álmos volt, és felőle aztán zúghatott a tenger, villámlathatott, röpött az ég, édesen aludt. Fáradt volt, meg aztán biztonságra érezte magát. Elégre ő teremtett mindent. Egy szavával visszaparancsolt az egész vihart. Szóval nyugodt volt Jézus. De azért lett testé, az ige, mondta Jézus Krisztus, hogy látható formában elhozza nekünk Isten országának az igazságát, hogy be tudja mutatni, hogy bűn nélkül végig lehet élni ezt az életet. És ha Jézus Krisztusban vagyunk, akkor van erőnk. Mindenre van erőnk Krisztusban, aki minket megerősít, aki engem megerősít, és téged. Válaszd Jézust! Határozd el, hogy ha ekkora árat fizetett érted a menny, ha ekkora fontos Istennek, az Atyának, hogy te ott legyél vele, hogy alkalmassá tesz téged, elküld egy megváltót, az egyetlen egyszülött fiút, és betöltél a Szent Szellem, az isteni személy,
Fontos lehet ebben a világban, én úgy gondolom, világi, nagyon fontos személyiség lehetsz. A legjobb helyeken ülhetsz, benne a mennyben. Dobbi a legjobb hely, Jézus Krisztus mellett, a trónon. És erre is van ígéret. Ha győzöl, belejegyük fogsz ülni a trónon. Nos, ennél jobb helyet nem tudok elképzelni. Ennél jobb protekciót, ennél jobb ajánló levelet. Jézus Krisztus, fenn a mennyben. Elhív engem, üljek mellé. Dicsőség az Úrnak. És tudják az is? Vele együtt. Aztán Isten beszél még valamiről, Isten igéje beszél arról is, hogy szükséges egy megbékélés. Megbékéltetett általa, Jézus Krisztuson keresztül, megbékéltessen minket magával, úgy a Földön, mint a mennyben. Háborúságban, de van egy igazi béke, ami nem törékeny. És van egy nagyon fontos béke, aminek meg kell maradnia ember és az Atya Isten között. Erre nincs más lehetőség, nincs más út, nincs más mód, csak Jézus Krisztus. Azt mondja Isten igéje általa, ő benne megbékéltette az Atya, a Teremtő, a világmindenség fenntartója a teremtényel, a teremtényel, az emberrel. Egy békeszerződés, amit vérrel írtak alá. Egy békeszerződés, amely sokba került az Atyának, egy egyszerű egy fiúba, de hatalmas győzelem és egy örökös békesség. Megbékéltette a Földet a mennyel, összekötötte a Földet a mennyel. Titeket is, akik valamikor, mondja a kolosséiaknak, ők a Kis-Ázsiában laktak, a kolossei Kis-Ázsiai város volt, igazából nem a zsidókhoz tartoztak, tehát nem volt múltjuk a kereszténységben, az Isten keresésben, és le is írja a Pál apostol, hogy egykor idegenek, sőt ellenséges érzületek voltak a gonosz cselekvése miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson színe elé. Hogyan? Úgy olvassuk, hogy ez ő keresztjének vére általa. Fontos a szó, hogy a vére általa. Keresztre nagyon sok embert feszítettek abban az időben, amikor Jézust megfeszítették. De sem a lapornak a vére, sem zselőttelevő, gonosztelőt és eretneket és rendszerellenes embereket a vére nem tudott váltságot és megbékélést szerezni. Jézus Krisztus vére által, nem a kereszt elsősorban, hanem a keresztről lefolyó szent, isteni vér szerez nekünk megbékélést. Dicsőség az Úr. Örülünk? Örülök annak, hogy nem most keresztel fel igazából, igen. Rajzolunk keresztelt, a nyakunkban is hordhatjuk egy láncon, de igazából nem csak a kereszt a lényeg, hanem a keresztnek a vére. És az sem mindegy, hogy az a vér hogyan csorgott, hogyan hult alá. Az a vér minden más keresztről lefolyó vértől különböző volt. Ahogy már mondtam, szent és tiszta, és alkalmas arra, hogy egy egész világ bűnét támossa. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És egy utolsó utasítás vagy kérés Pál apostoltól, maradjatok meg a hitben szilárdan és rendítéletlenül. Ne tántorodjatok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, és én ennek Pál a szolgájává lettem. Itt Istenben nem mindegy, hogy miben hiszünk, kell higgyünk a Teremtő Istenben, és kell, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, az ő váltság munkájában. Ebben pedig szilárdan és rendíthetetlenül.
nem engedni magunkat kimozdítani ebből. Nem engedjük magunkat, hogy eltántorítson a világ, hanem azt mondja, nekünk van egy áldott jó reménységünk, ami már eljutott a Föld végső határáig. Azt mondja, hogy hirdetelik szinte a Föld minden részén. Nem tántorodunk el keményen, erősen, szilárdan, kitartom a felől, hogy nincs más út, csak Jézus Krisztus. Nincs más közbenjáró, csak Jézus Krisztus. Nincs más megoldás, nincs más megváltó, bűnbocsátó, csak Jézus Krisztus. És Pál Apostol azt mondja, én ennek a szolgájává lettem. Márpedig szolgája annak van, aki úr. És mertek bármilyen olyan szolgált, aki nincs kinek szolgálja? Szóval, ha valaki úr, az akkor parancsol a szolgának. Akkor hatalma van a szolgán. A szolga azt teszi, amit az Uram mondja. Pál Apostol, hogy az evangélium szolgája, ezt tette. Alárendelte magát Isten igényének, azt mondja, ha Isten igéje azt mondja, akkor én meg fogom tenni. Ha Isten igéje nem engedi, akkor nem fogom megtenni. Ha azt mondja, tegyem meg fogom tenni. Én, mondja Pál, én alárendelem magam igének. Testvéreim, talán nincs közöttünk senki, akit Pálnak hívnak. De csak úgy, akár be is írtad a Bibliákba, ha ez igaz, de gondolkodjál el rajta. Mikor fogom tudni elmondani azt, hogy én az evangélium szolgája vagyok? Mikor fogom végre úrként, és parancsként, és útmutatóként, és fölöttes hatalomként elfogadni, hogy Istennek mindig igaza van. Isten igéje örök. Isten igéje utasít és parancsol nekem. És nem tehetek meg bármit ezen a világon. Nem vagyok a magam ura. Jézus Krisztus a testélet ige, ő az Úr fölötted, ő az Úr az életed fölött, ő tartja kézben az egész jövődet, a múltadat, megváltoztatja, jelenben megtart, és egy álló reménységet a jövőben elkészít számodra, úgyhogy legyél hálás. Ez mind kész. Ez mind a tiéd lehet, vagy már a tiéd is. Igyekezzetek megragadni ezt a jó lehetőséget, és ha már megragadtátok, akkor maradjatok meg benne, szilárdan és rendíthetetlenül. Amen. Amen.